Elképesztő titkos szolgálati mulasztás vezethetett odáig, hogy merényletet hajtsanak végre Donald Trump volt amerikai elnökkel szemben a pennsylvániai Butlerben tartott kampányrendezvényen. Az elkövető egy raktárépület tetejéről tüzelt, a hatóságok csak a támadást követően végeztek vele. A képviselőház republikánus vezetése teljes körül vizsgálatot rendelt el. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek és események hátterével foglalkozunk. Ha érdekli a folytatás, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 79 ezeren követnek. Az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával tudják beállítani. Ahogyan korábbi podcast adásainkban is a hetek.hu futó folyamatosan frissülő hírfolyamunkban is beszámoltunk róla, szombat este a Pennsylvániai Butler városában tartott kampányrendezvényen egy merénylő több lövést is leadott Donald Trump volt amerikai elnökre, akit el is talált. Rajta kívül egy mögötte álló férfit lőtt fejbe, ő a helyszínen a életét veszítette, míg két másik Trump támogató résztvevő pedig súlyosan megsebesült a támadásban. Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformon tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta, hogy szeretné megköszönni az Egyesült Államok titkosszolgálatának és a hatóságoknak, hogy ilyen gyorsan reagáltak a támadás során. Elsőként egy együttérzését fejezte ki az áldozatul esett ember családjának, és azoknak is, akik súlyosan megsebesültek a merénylet során. Hihetetlennek nevezte, hogy az országban ilyen esemény megtörténhet. Kijelentette, az elkövetőről még nem tudnak sokat, csak azt, hogy sem legesítették. Idézem az elnököt. Meglőttek egy lövedékkel, amely a jobb fülem felső részét szúrta át. Azonnal tudtam, hogy valami nincsen rendben, mivel sistergő hangot hallottam, lövéseket, és azonnal éreztem, hogy a golyó átszakítja a bőrömet. Ezt írta tehát Donald Trump a közleményében. A titkosszolgálatok és a biztonságiak munkáját többen is elismerték, mert a színpadon hogy a pódiumon valóban azonnal reagáltak a támadás után, nyomban körbevették a volt elnököt, és a saját testükkel takarták, fedezték Donald Trumpot az esetlegesen később érkező lövésekkel szemben. A republikánus jelölt a gyűrűjükből kihajolva tudott annyit tenni, hogy felemelte a kezét, az öklét, és így jelezte a tömeg számára, hogy nem halt meg jól van, és folytatja a harcot Amerikáért. Utána rendkívül szakszerűen és gyorsan kimenekítették a helyszínről Trumpot, és kórházba szállították, sőt a legfrissebb hírek szerint a volt elnök azóta már a kórházat is elhagyta. Egy olyan felvétel is kikerült a közösségi oldalakra, amelyen az látható, hogy a színpad mellett magasodó épület tetején a mesterlövészek a lövés előtti pillanatban észlelik, hogy valami gond van, majd meghallják a lövéseket és villám gyorsan semlegesítik, tehát lelövik a támadót. A lövések után tehát a szakszolgálatok gyorsan és profin reagáltak. A legfontosabb és legkritikusabb kérdések viszont azzal kapcsolatban merültek fel, hogy miért nem sikerült megakadályozni a támadást az illetékes szerveknek. Republikánus képviselők és politikai elemzők, valamint szakértők sora hangsúlyozza ugyanis, hogy éppen az lenne a szerveknek a dolga, hogy bebiztosítsák, ne kerülhessen sor ilyen jellegű támadásra. A hírek szerint több ponton is hibáztak a biztonsági szervek hatóságok. Egyrészt Trump tábja már korábban is jelezte, hogy egy magasabb szintű titkosszolgálati védelemre volna a szükségük, amit nem kaptak meg, majd nem észlelték időben, hogy a terepruhás támadó felmászik a raktárépület tetejére, és arra sem reagáltak időben, hogy az ott áldogáló civilek sora jelezte a hatóságoknak mutogatva és szóval is, hogy valaki fegyverel a kezében készül valamire. De akkor vegyük ezeket sorra. Donald Trump stábja és republikánus képviselők is azt állítják, hogy többször is kérvényezték, hogy a volt amerikai elnök egy magasabb szintű titkosszolgálati védelmet kapjon, amit viszont a belbiztonsági bizottság vagy hivatal vezetője Alejandro Mayorkas viszont megtagadott. A belbiztonsági bizottság az értesülések nyomán vizsgálatot indított, de nem kívánták kommentálni a vezetéssel szemben felhozott vádakat. Ugyanitt nagyon sokan megjegyzik azt is, hogy Kennedy, Robert J. Kennedy is egyébként indul az elnök választáson, mint független jelölt. Ő viszont nem kap a mai napig titkosszolgálati védelmet, hiába igényelte ezt nagyon sokszor, és ugye a Kennedy gyilkosság után még indokolt is lenne, hogy kiemelten biztosítsák a védelmét a független elnök jelöltnek is. A mostani merénylet során nagyon sok televíziós műsorban ezt is felhozzák, mint szükséges, megoldandó terület. Szemtanúk egyébként arról számoltak be, hogy a színpadtól, mint egy körülbelül 250 méterre elhelyezkedő raktárépületnél, ami már egyébként a rendezvény helyszínén kívül helyezkedett el, tehát a biztonsági gyűrűn kívül, egy terepruhás fiatalember AR 15-ös gépkarabéjjal a kezében felmászott egy előkészített létrán, a tetőre, tehát a raktárépület tetejére, és ezt az ott állók közül többen is észlelték, és jelezték az ott áldogaló rendőröknek is, akik egy ideig kisé tanácslanul reagáltak a helyzetre. Hosszú percek teltek el úgy, hogy egyre többen szóltak a gyanús alak miatt, aki nyilvánvalóan nem tartozott a titkos szolgálathoz, mert teljesen más ruházatban jelent meg ott a tetőn, és még mutogatni is kezdett a tömeg az épület felé, hát ha a távcsővel figyelő színpad melletti mesterlövészek figyelmét is oda irányíthatják. Az egyik szemtanú szerint nem igazán láthatták pontosan vagy tökéletesen a merénylőt, mert a tető egy kis emelvénye mögé bújt el, de nyilvánvaló kellett, hogy legyen számukra, hogy valami gubanc van. Ezért a sajtónak nyilatkozó két résztvevő is azt mondta, hogy nem értették, hogy lehetséges, hogy Donald Trump még mindig a színpadon van és beszél egy ilyen netces helyzetben, miért nem jutott el odáig a kritikus információ, hogy őt elvigyék? A helyzet olyan szempontból is aggasztó, hogy mindössze pár centin múlt, hogy most ez a podcast adás nem arról szól, hogy Donald Trumpot fejbe lőtték és meghalt. Ugyanis a golyó a fülét lyukasztotta át, ráadásul a felvételek alapján a lövés előtti pillanatban kisé el is fordította a fejét, talán csak ezen múlt, hogy nem kapott halálos sebesülést. Többen még azt is felvették, hogy valamilyen árulás lehetett a titkosszolgálatnál, mert olyan ordító vak volt ez a védekedés tekintve, ami rendes körülmények között nem történhetett volna meg. Lényegében hosszú percekig nem reagáltak egy közvetlen és rendkívüli nyilvánvaló veszélyre. Más szakértők szerint egyszerűen túlterhelt és alulfizetett szolgálatról van szó, és emiatt a republikánus döntéshozók már többször is felszólaltak, hogy ez a későbbiekben bizony problémát szülhet. Az elkövetőről magyar idő szerint reggel 6 óráig, amikor ezt az adást rögzítem, azt lehet tudni, hogy egy 20 éves helyi férfiről van szó, akinek a nevét eddig még nem hozták nyilvánosságra, a pontos részleteket még vizsgálják. Közben egy bombakereső osztak, pedig egy furgont is átvizsgált a környéken robbanóanyag után kutatva. Egy biztos, most intenzív nyomozást folytat az FBI, a szenátus és a képviselőház pedig mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el. Közben hétfőn fog kezdődni Milwaukee-ben a Republikánus Nemzeti Konvenció, amelyen a történtek ellenére Donald Trump a tervek szerint részt fog venni, nyilván gondolom én, hogy egy sokkal magasabb biztonsági óvintézkedés keretében. A legfrissebb fejleményekről, hírekről, történésekről beszámolunk itt a Youtube csatornánkon, illetve a folyamatosan frissülő cikkekben a hetek.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, Kulifai Mátét hallották. Ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 79 ezeren követnek, és állítsák értesítéseket is a csengőgomb megnyomásának a segítségével. A véleményüket a komment szekcióban várjuk, tetszésüket vagy nem tetszésüket pedig like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!